Betyák Gabriella 7 éve vásárolta meg Bahia Bársonyt, a második vajdasági vágta győztes lovát. Akkor még nem tudta, milyen képességű a ló. Jelenleg 9 lova van, mindegyikkel bensőséges kapcsolata van. Ez nekünk már eleve ünnep, mikor az ember lássa a saját lovát szaladni, ráadásul úgy, hogy győz, mert itt valahol megérik egy munka, meg egy hit, meg egy nagyon nagy szeretet. Nagy Norbert 3 hónapja edz Bahiával. A topolyai zsokinak sikerült olyan mértékben összehangolni a gondolkozását, érzelmét és erejét a lóval, hogy az első helyezést érték el. Tovább jutottak a szeptemberi budapesti nemzeti vágtára. Én oda is úgy fogok menni, hogy nyerni akarok, mivel az a nyerési vágy az benne van minden versenyzőbe. Nem azért megyek, hogy második legyek, hát én meg fogok tenni mindent a győzelemért. Meg szerintem a Bahia is meg fog tenni mindent. Tavaly egy kis csapattal volt jelen Tornyos a vajdasági vágtán. Tetszett nekik a verseny hangulata. Idén az őket képviselő lovas és hátas győzött a megmérettetésen. A helyi közösségben csütörtökön ünnepelték meg a győzelmet. Ma megint végignéztem a futamot, úgy az előfutamot, úgy a döntőt. Hát és megint úgy mondom, hogy ez a pozitív hatás alá értem magamat, mivel hogy úgy érzem, hogy nagyon-nagyon büszke volt Tornyosinak lenni. A sikeren felbuzdulva a tornyosiak nagy terveket fontolgatnak. Főkerestek tornyosiak, akik megkértek arra, amit én maximálisan támogatok, hogy esetleg egy lóversenypálya létesülhessen Tornyoson. Ennek több szempontból is azt hiszem nagyon érdekes története lehet. Tehát egy, hogy maga a lóverseny sportnak a fejlesztése a faluban, azaz a községünkben. Amennyiben ez teljesül, turisztikai szempontból is jelentős lehet a község számára a lóversenypálya. A zentai polgármester az eseményen elmondta, lehet, hogy Tornyos a jövőben a lóversenysport meghonosodásáról lesz híres.